Nos, hát köszöntöm a kedves nézőket innen a Csömöri pályáról. A 4-es A kategória versenye fog elkezdődni, ahol a 13-as géppel, ha jól látom, Neudert Károly van a pole pozícióba. Mindjárt megkérdezzük őt, csak még egy kicsit szerelik a kameráját. Nos, a kamera úgy látom, hogy így nagyjából elkészült. Szerbusz, ha jól tudom, az első pole pozíciód a HCK-ba. Mesélj, izgulsz, vagy hogy érzed a futamot? Le fogod védeni, vagy meg fogsz lépni a többiektől? Igazából saját híven szeretnék menni, mert még nem nagyon voltam ilyen helyzetben, hogy végvédekezni kell, az biztos elrontanám. Ez így tutibb lesz. Jó, rendben, köszönöm szépen, akkor hajrá! Második helyen pedig Porcsmakai Ákos, a 7-es géppel nagyon koncentrál. Lehet, hogy őt most nem fogom megkérdezni, hagyom, hogy koncentráljon. Viszont a harmadik helyen a 11-es géppel Koppány foglalja el. Szervusz Koppány, mesélj, támadni fogsz, vagy mi a taktika? Az egyetlen esélyem, ha támadok, mert Viktor megöltem, hogy 17 ponttal előttem a bajnokságban, úgyhogy nyilván az első hely a cél. Oké, rendben, hajrá! A negyedik helyen pedig Kocsi Viktor a 8-as géppel. Hát Viktor, hogyha jól láttam, vezeted a tabellát, így a negyedik helyről támadni fogsz, vagy mert úgy láttam, hogy előtted van Ákos. Inkább Koppány, aki beharcolok a belső helyért. Inkább szeretnék mögöttem adni egy pozícióval, vagy inkább megelőzni. Ővel harcolok inkább. Rendben, tehát a kategória éllovasát hallották, pillanatokon belül kezdetét veszi a 4-es kategória versenye. És Bauer Krisztián beteszi a kockázászlót, és ebben a pillanatban elindulnak. Elég simán kapták el a rajtot, és nem történt semmi baleset, ahogy elnézem. Viszont Neudert Karcsi, mintha védekezni kényszerülne. De azt mondta a futam előtt, hogy nem igazán szeretne védekezni, mert azt még nem gyakorolta. És valószínűleg ezt Ákos is tudja. Nagyon együtt az első négy. Koppány védekezik, hiszen Viktor nagyon támadja, próbálja kint tartani. Próbálja körbeautózni, de ezt itt nem lehet. Talán az első kettő most egy kicsit nagyobb előnyre tett szert. És Nagy Dani próbál előzni Márton Balázs ellen, de ezt Márton Balázs pontosan jól látja. És még Daninak is bebújt, ha jól láttam, Rozvacki Csabi. Sőt, kanyarokon keresztül egymás mellett mennek. És ott tartja Csabi még a gépet, még mindig belül egymás mellett a két gép. A kettes és az ötös, de Csabi van a jobb íven, Csabi nagyobbat fékez. Egész elképesztően, és Dani most már biztos, hogy elveszítette a pozíciót. Sőt, az ötös, fú, nem is láttam pontosan, hogy hányas gép. Hú, Nagy Dani folyamatosan esik hátra. Hungit a 4-es géppel próbálkozott. Vajon Neudert Karcsi meg tudja szeretni élete első HCK győzelmét? Bírja-e mentálisan a nyomást, amit Ákos gyakorol majd rá a 7-es géppel, és Ákos megint tartja belül és beesik. És Ákos mellett ott van Koppány. És közben Viktor kívülről megcsinálja. Két, sőt, három gép majdnem egymás mellett Viktor. Viktor elment Koppány mellett. És még Márton Balázs is próbálkozik Koppány mellett elmenni, de sikertelenségben fullad ez az akciója.
Ott elkezdte befelé húzni a gépet, de nem történt semmiféle akció. Egyelőre most az élmezőnyben nem történik semmi változás, bár most Karcsi hibázott a célegyenes végi kanyarnál, és így Ákos jobban ráesett, sőt, ahogy látom, Ákos egyre jobban. Hiszen ő is látja, tudhatja, hogy Viktort is éppen támadja Koppány, így ő is el van foglalva. De előbb-utóbb muszáj lesz megpróbálnia, hiszen hamarosan utol fogják őket érni. Közben itt Márton Balázsék vívnak komolyabb harcokat. Kádas Zsoltival. Hát, Csabi, mi csinált? Megcsinálta a kötelező box kiállás, hogy mi történt? Hát valaki egészen elküldte a boxba. Hát Csabikám, merre jártál, apukám szívem? Közben itt, mintha Viktort előznék meg, célegyenes végén. És igen, Viktor veszített egy pozíciót. Viktor előzi vissza közben a célegyenes végén a 10-es gépet. Hirtelen azt tudom, hogy hova nézek, már annyi akció van ezen a futamon. És Ákos is észrevette, hogy Viktor ráesett. Nem volt meg az a tempó fölény. Célegyenes végén pedig egy egész egyszerűen kamikazes szató mutatványt láthattunk. És Karcsi meg is lép, Ákos már talán hibázott, nem láttam pontosan, hogy mi történt. Közben Viktor Koppány egymás mellett. És az utolsó kör vette kezdetét. Még a második, harmadik, negyedik helyen csata folyik. Ákosnak megpróbálnak beszúrni, kis kocs, lökdösés, és közben a futamot megnyeri Neudert Karcsi, aki van a harmadik, negyedik helyen. És kiforgatás, beesés, minden volt ott. Hát igazából nem láttam, hogy ki lett a második, harmadik, esetleg negyedik. Mindenképp izgalmas befutót láthatunk, füstölő gumikkal. Hát ez nagyon szoros befutó lett. Kezeli Tivadar, Schmidt Balázs, Schmidt Balázs és Boldizsár. Szép jó napot! Itt az első helyzetet szeretném megkérdezni, hogy hogy sikerült ez a pol? Nagyon jó, nagyon örülök neki. Nagyon örülsz? Igen. És mennyire voltál gyors? Nagyon-nagyon? Hát egy tizeddel volt. Egy tizeddel? Hát az már a nagyon-nagyon kategória. Mi a gond? Az üléssel van gond? Vagy? Az nem baj. Nézd csak, már meg is csináltuk. Most már jó? Most már még gyorsabb vagy? Jó, rendben. Várunk a befutón. Zavarhatlak egy kicsit? Menni fog? Meg tudod előzni? Megpróbáljuk. Jó van. Figyelj oda, csak szabályosan, tudod. Nem lökdösünk, nem pofoztatunk. Jó van? Csak ügyesen.
Hallgassuk meg a harmadik helyzetet. Fölkészültél arra, hogy a dobogon fogsz állni? Igen. És meg tudod előzni az előtted lévőket? Nem tudom. Megpróbálod? Igen. Jó, rendben. Hát vannak még itt versenyzők, akik föl vannak készülve arra, hogy előzést produkáljanak. De mit szólsz? Hányadik helyig törsz föl? Hát a dobogót szeretném megcélozni, de a Balázsot is szeretnék végezni. Nekem az lenne a legtöbb célom. Balázs hol van? A második helyen. Igen, már nagyon messze van. Tudom. Hajrá! Egyébként Krisztián a kategória éllovasa egy ponttal vezeti a kategóriát, úgyhogy nagyon szoros versenyt láthatunk majd szerintem, mert majd Krisztián megpróbál előzni. Ha lesz egy kis dolgom, úgyhogy futok egy kört a pályán, addig kérdezd meg a többieket, hogy mit szólnak ehhez a szoros versenyhez. És ebben a pillanatban elindul a live kategória, az 1B kategória még a rajtrácson maradt, hiszen külön fognak indulni. Kraskovics Krisztián nagyon trükkösen kezdte meg az első kanyart, közben az 1B kategória is elindul Zsigri Marcival az élen. És Keceli Divadar vezeti továbbra is a light kategóriát, mögöttes Minc Balázs. És érezhető, hogy Balázs egy kicsivel gyorsabb nála, de előzési pozícióba még nem tudott kerülni. Közben Krisztián a célegyenes egyik ráfordító kanyarjánál bebúj és megelőzi a 8-as éppen haladó Jó Bottondot, aki nem érezte túl jogosnak az előzést, hiszen mutogat, de mit mutogat? Szerintem nem volt ebben semmi kifogásolható innen ránézésre. És közben Tivi kibufogójában még továbbra is benne van Schmitz Balázs, de Krisztián talán visszaengedte, vagy visszaelőtte Jó Bottondot, én nem is láttam pontosan. De erre ad bizonyítási lehetőséget a HCK. Opa, ott egy kis lögdösődés. Balázs lökik meg, és ezt használja ki Nagy Marci zseniálisan, aki talán még Balázs mellett is el tud menni, igen! Igen, hát itt kicsit kitette a fűre, ez szabálytalan volt szerintem. Ezért vissza fogják sorolni. Egyértelműen én, ahogy láttam, innen hátulról, oldalról ráhúzott. Zászló a pályán. Keceli Tivit engedi el az egyik 1B kategóriás versenyző. Ha jól látom, Fülöp Ádám volt az, akit leköröztek. És megkapja a kéket, és engedi el a light kategória mezőnyét. Reméljük nem szól bele nagyon a csatába. Kicsi Tibi újabban elment, és közben a light kategóriás versenyző előtt egy kék zászló volt. Nem teljesen jó kivitte, de szerencsére elengedte őket. Így nem fog beleszólni a srácok közt zajló csatába. Kék zászló folyamatosan. És az egyik kék zászló közben majdnem, hogy megforog. Hát ezt láttam én, hogy nem teljesen jó az elengedő készsége. A 9-es. 9-es? Mindjárt megnézzük közelebbről. A 9-es géppel haladó versenyzőnek. Érdekes, mert nekem ide nincs is felírva a 9-es, de nem nagyon tudom, hogy ki lehet ez a versenyző. Vajon meg tudja tartani ezt az előnyét, vagy nem? Ez hamarosan ki fog derülni.
mindenki legyenesben, nagyon együtt a srácok. Nagy Marták kicsit lecsúszik, és Miss Balázs ott tudja tartani a belsőivel. Igen, megvan a pozíció, vagy nincs meg. Kívül Balázs, most belül Balázs. Megfékezi gyönyörűen. Próbál aláfordulni. Jaj, de nem jött be, és megint lökött egyet Marci. Marci egyébként a hungaroringi futam után már egyszer figyelmeztet veled, ha jól emlékszem. Így nem biztos, hogy jó ez a lökdösődés itt a 11. futamon. És ebben a pillanatban Keteli Divi megnyeri a futamot. Hát elvileg Nagy Marta a második, és Smik Balázs a harmadik. Nos, a hármas A kategória versenye következik, ahol Korcsmakkai Ákos van a pole pozícióban a 4-es gépen. Megkérdezem Ákost, hogy hozta össze ezt a futamot, hogy fogja összehozni. Szóval, ha jól tudom, Ákos nincs túl jól, így lázas, és hát egy elég nagy kihívás neki ez a futam. Hozzáfűznél valamit, Ákos? Volt, hogy belepofázok? Nem teszik. Nem, tehát Ákos most inkább koncentrál a futamra, úgy döntött. A második helyen pedig egy üres gépet láthatunk, ennek az az oka, hogy Molnár Tibi éppen a kamerákat intézi. És a harmadik helyen a bajnokságnak az éllovas, a Kocsi Viktor. Hát egyetlen egy pont az előnye Viktornak, akinek az ellenfele Ákos, Porcsmakkai Ákos pedig a pole pozícióban van. Hát hogy fogod ezt megoldani, Viktor, mesélj? Elég nehezen, nincs más választásom, meg kell őzöm a bajnok születnikben, mint. Az eldobott futamok tekintetében nézem, hogy te egy 11 és egy 9 pontot, tehát összesen 20 pontot fogsz dobni, Ákos pedig 3 és 11, tehát 14 pontot fog dobni összesen. Nehéz lesz. Hát sok sikert kívánunk. A negyedik helyen pedig Lennowski András. Őt pedig a bajnokság harmadik helyezettje Koppány követi a 6-os géppel. A nyolcadik helyen, hát minket mondok én. A 6. helyen az új festésű, új bokós sisakú Vince Andris található. Vince Andris azt mondta, sokat hozott neki ez a sisak. Sokat hozott? Nyert századokat? Hát majdnem, ezredeket. Ezredeket? Ezredeket, de hát látszik is rajta, magabiztos lett ettől a sisakból. Az átló benn van, és úgy néz ki, hogy ebben a pillanatban elindult a kategória. Mindenki próbál helyezkedni, belülre húzódni, hogy az első kanyart már belső éven tudja teljesíteni. Az utolsó előtti helyen történik egy kis csihi-puhi, de ahogy nézem, nem sikerült az előzés. Porcsmakkai Ákos hősiesen indul neki ennek a kategóriának. Magam sem tudom, hogy honnan szerzi ezt az erőt, amit most összelapától erre a kategóriára. Miklósi Tibi pedig hajtja, űzi, hogy megpróbáljon legalább lőtávolba egy kicsit közelebb kerülni hozzá, de Kocsi Viktor rátapad és nem engedi, kényszeríti bele egy védőívbe. Kocsi Viktor pedig most megnézi magának, hát ha meg lesz az előzés, kívülről, belülről. Belső ívre húzódik, próbál Tibi mögött szélárnyékban egy jobb kigyorsításra játszani, és egy féktávra, ez most nem lesz meg. Nézzük a következő kört. Hátrébb is van egy kisebb adok-kapok. És tényleg, ha hiszed, hanem ez tényleg így van, és a következő körben Viktorunk megint lendületet vesz, de Tibor valahogy szenzációsan tudta ezt kivédekezni. Koppány kénytelen hátra fordulni, de Vince Andris mellett Balogh Pisti bújt be, és próbál egy rövidebb féktávot venni. Úgy néz ki, hogy Andrisnak a sisak festése rontott a féktáv érzékenységén, mert ezt most nem sikerült rendesen abszolválni, a Pisti elment mellette. A versenyző szinte ki se lát a lázból, alig tudja pályán tartani a gépét, szinte kóvályog, és mégis mekkora előnnyel vezet. Hatalmas respekt neki, hogy lázasan is teljesíti ezt a futamot, és mekkora előnnyel. Bocsánat, közben, hogy itt ilyen
masszív vagyok ezen a futamon, de a bajnok után... Abba hátul egy kis ittbújt következik be, Andis kicsit rászorította kompányt Balokumit Pistire, ezzel elveszítette az előnyét, és ahogy nézem, Virág úr bebújt Andis elé. Nem, ez a kanyar sem sikerült. Viktor pedig egy kicsit problémába került, hiszen Andis próbál mellé bebújni a harmadik helyre. Balokungit Pisti pedig lesipuskásként bújik be most Andis mellé, és próbál egy nagyobb lendülettel ráfordulni a célegyenesre, jobb kanyart vett. Ott van. És elmegy, Klenó mellett, féktávon egymás mellett vannak. De kívülről vissza tud jönni Klenó. Igen, nem sikerült az előzés, és... Ó, megforgatták Pistit, kompány! Kompány a falban! Hát mi volt itt? Kompány rossz szögből támadta meg hátulról Balogh Pistinek a gépét, és így sikerült kiforgatni a pályáról. Ez Pistinek nem jó hír. Kompánynak sem, mert ha megobják ezt az előzést, valószínűleg hátra fog kerülni. Ezzel egyébként Andris nyert nagyon sokat. Közben Viktor próbálkozik kívülről, Viktor kívülről, de ott van Klenó is azért. Igen, ahogy nézem, Klenó nagyon helyesen kivárásra játszik, csak meddig tud kivárni? Azért a futam vége nem sokára el fog jönni, nem lehet olyan sokáig ezt a lesipuskás szerepet eljátszani. Viktor küzd. Próbál még mindig Tibi mellett elhaladni, nem megy neki. Tibor védekezik kívülről, belülről, most kívülről próbálja. Kívül ott a tempó különbség. Ott most meg lesz, hopp Tibor, ne támasztjuk fel ezt a gokártot, megvan. Első ívre játszik, és ott van belül, és ketten-ketten egymás mellett a kanyarba, és Tibi a belső, Viktoré a külső, na nézzük féktávon. Viktor mélyebbet fékez, és most Tövé a belső. És Tibi elveszítette a pozícióját. Hihetetlen akció volt. Igen, ez a jobban csiki-csuki megint annak adott lehetőséget, aki jobban el tudott helyezkedni, ahol több kanyar tudott kivárni a belső íven. És így egy elég kellemes kis ötösboly alakult ki a dobogó alsó fokaiért. Hatalmas a csata. A kamera látta, de Józsita nem hiszem, hogy... Isti? Nem... Pisti, hanem Virág Laci az ötös géppel került fel egy kicsit a domboldalra, és szántotta meg a mezőgazdasági Szonival a domboldalt. Pedig halad a lekörözés útján. Viktorunk a második helyen védekezik, Tiborral szemben. Ahogy nézem, Klenó most be tud bújni belülre, Tibor mellé. Meg fogja tudni tartani ezt az egyenes végéig, jó pozícióban van. Figyelj oda, András, figyelj oda, ne szoríts ki, gyerünk! Jó, most tiéd a külső, tiéd a belső. Ez az, hopp ott egy kis gumifal, ez az, megvolt az előzés. Andis mindenvető harmadik, és lelőtt. És Andis, de nem, Klenó vissza tudott jönni. A panott védekezés, Andis pedig azért figyelt, de nem eléggé. Hopp és Kompány is kicsit oda kerül. Tibor mekkorát bukott, 5 körrel a vége előtt, nem sikerült. Annyira helyezkedett, hogy ez most nem sikerült neki. Viktor mosolygós arccal követi Ákost a második helyen, Klenó pedig fölküzdette magát a dobogó alsó fakára. Tibi és Balokungit Pisti. Elnézést, hogy a többieket nem sorolom, de nincs előttem a kép, viszont Ákos most befut, megcsinálta, holból, lázasan, betegen, de megcsinálta. Második kocsi Viktor, harmadik Lenovszki András és negyedik Vince Andris. Kompány és Polnár.
futamot leintették, egy roppant izgalmas, egy roppant bunyódús futamot láttunk. Változott-e valami a tabellán ezzel? Hát igen, elég izgalmas futam volt, és igen, változott a tabella állása, mert hogy Ákos vette át a vezetést, és kiszámoltam, hogy ha ezt a két futamot fogják eldobni, amit én számoltam, akkor Portmakai Ákos 10 ponttal vezeti a tabellát, és meglátjuk majd, mi lesz a Hungarokárdban, de kicsit nyugodtabban mennék én is oda, hogyha tudnám, hogy 10 pontos előnyöm van. Igen, várjuk a Hungarokkartot, várjuk az évvégi befejezést, ez egy nagyon jó sikerült futam volt. Szép napot! Az egyes kategória versenye következik. Csóka Ferivel a pole pozícióban, az egyes géppel. Mindenki is ki is faggatom, hogy... Kérdezik meg, hogy mi ez a művelet, átnék a másik oldalra, hogy a motor ne zúgjon be. Hát szervusz Feri, itt egyes géppel, az első helyről, pole pozíció. Futamgyőzelem meg lesz szerinted? Nagyon remélem. Zsófikát majd megpróbálom a hátam mögött tartani. A hármas géppel talán majd kicsit gyengébb volt ez a gép, úgyhogy szerintem nem lesz semmi gáz. Jó, rendben, hát sok szerencsét kívánunk ebben. Köszönöm szépen. A második helyem pedig Gál Zsófi a hármas géppel. Zsófi, mesélj nekünk, hogy csináltad ezt? Támadni fogsz, védekezni? Hogy érzed? Hát, hogy meglátjuk. Jó, hát ez sejtelmesen hangzott, valamit biztos tudsz, amit mi nem. Sok szerencsét! A harmadik helyen pedig Krémer Márk a kettes géppel. Szerbusz Márk! Voltál már ilyen jó pozícióba? Én soha nem indultam az első háromból. Nem, és várod a futamot? Támadni fogsz, vagy védekezni? Mesélj! Nagyon várom. Elsősorban próbálom tartani a harmadik helyet. Rendben, hát akkor ebben sok sikert kívánunk. A negyedik helyen, a 9-es géppel Sebestyén Robi. Az 5. helyen pedig Naményi Gergő a 6-os géppel. A 6. helyen Nagy Milán az 5-össel, itt a rajtrács hátsó fele még így látszólag üres, valami technikai probléma lehet a háttérbe. Azt mondja, hogy ez ilyen, hát megkérdezzük már Tibit, hogy mi az, hogy ez ilyen? Mi az, hogy ez ilyen? Hogy van? Mi az, hogy ez ilyen? Mesélj nekünk, hogy ez hogy történt, vagy mit csináltál, időmérő, hideg gumi? Nem akarok kifogásokat keresni, nem tudom. Hát nem jöttél el az időmérőre, igaz? Ja, nem voltam itt, igen. Hát ez az igazi... Hátulról szép nyerni. Ő az igazi versenyző, nem keres semmiféle kifogást, azt mondja, hogy ennyit tudott most. Hát látszik, nem focista, hanem autóversenyző, nem keres kifogást, beül és megy. Szóval most egy jó versenyt szeretnék menni, attól függetlenül úgy gondolom, hogy jó csaták lesznek itt. Hát figyelj, nincs most rajta semmiféle nyomás, úgyhogy mehet, nincs vesztenivalód. Út arra vezet, előzni kell. Ennyi, muszáj, megyünk előre. Ez a kell. Hajrá! Köszi. Nos, üdvözlök mindenkit. Akkor a sokadik felvezető kör után nézzük az 1-es A-nak a versenyét. Egy gyors technikai indítás, minden kamerát bekapcsolnak, a rajtrás készen, többszörre is, és akkor pillanatokon belül elindul az 1-es A verseny. Figyelem, felkészülni! Bent a zászló. És ebben a pillanatban elrajtol az 1-es A kategória versenye. Viszonylag simán jönnek el. Első kanyarokban nem történt semmiféle pozíció felett. Pozíció cserre, kimondom, ha a fene-fené teszik is. Csóka Feri az 1-es géppel viszonylag nagyobb előnyt épít ki, mivel Gál Zsófi rögtön védekezni kényszerül a 3-as géppel. Hát itt nem lesz nehéz dolga Ferinek. Hát Feri szerintem most már csak a technikában bízhat, hogy bírja ki a végéig. Ha nézzük a féktávot, persze természetesen Miklós Tibi az első előzését már is abszolválta. Neki mondjuk annyira nem nehéz, igazából az élmezőnyhöz szokott, úgyhogy én enne hátulról. Nekem egy kellemes, laza karcsapás lesz, följutni legalább a középmezőnyig. Mi az elhúzott, mint a vadliba. Zsófi pedig kénytelen védekezni. Hát ez egy elég erős védekezés, na nézzük, meg lesz, igen. Kívülről megcsinálja,
Még nem, még meg tudta védeni a helyét, bár most éppen a hátulról jövő. Atya úristen, micsoda kupac! Úgy látszik, ez a kategória biztosítja számunkra az izgalmat. Mindenki helyezkedik, védekezik. Virágvetés, nem így ergő kanyarokon keresztül egymás mellett. És elképesztő, szerintem egy kör óta mennek egymás mellett. Valaki csináljon már valamit, és szerezze meg azt a pozíciót. És Gergő élet, nem akarja kiterelni. Petinek hagy helyet. És hát ez a másfél körön. Na, de másfél kör! Új HCK rekord! A páros szinkron gokártozás első helyezettjeit már is láthatjuk, de nem, most besoroltak egymás mögé. Sikerült ez az előzés. Nyögvenyelős volt, mert egy cirka kétkörös manőverbe bonyolódott ez az egész folyamat. Zsófi beton alapokra próbálja helyezni a második helyét, ami jelenleg homokágyon nyugszik. Csoka Feri úgy elhúzott, hogy szerintem nem csak egy kört fog adni a mezőnynek, ahogy így nézem, de legalább hármat. Miklósi Tibi. Balmára hajtja a vizet ezzel Zsófi, hiszen a kategória harmadik helyezettje az utolsó helyről rajtolt, és Zsófi tartja a mezőnyt. Megy a vonatozás Zsófi mögött, levédi az ívet, nem tudnak hol beszúrni neki. Na most talán, ez most nem sikerült, ez a kigyorsítás. A hosszú egyenesre Zsófi belülről megnézi, hát a féktáv meg lesz, de nem, elbukta a második helyét. Így a kettes géppel Vémer Márk. Következő pár kör. Ahogy nézem, Zsófinak a hármas gokártya talán nem a legerősebb. Lehet, hogy nem feltétlenül ez a védőív az a hasznos, ami most a harmadik hely megőrzéséhez elég lesz. Hátul azért a hátsó két versenyző még próbál szabályos manővereken belül maradni, miközben előzgetik egymást. Greg ugye a 11. helyen fut, majd nézem a utolsó helyről, mint valaki eltűnt volna. Közben Sebestyén Robi úgy látom, hogy megelőzi Gál Zsófit, és tartja belső ívet, és közben pisztolősre fékezte a gumiát Virág Peti, de ő már nem tudna bújni Zsófinak. Tehát Zsófit most már Sebestyén Robi is megelőzte. 2 percet Petin keresztül, mert most talán sikerül! Most vannak, és nem még nincs meg. Nincs meg, de már elég határozott bebújás volt, most belülre került Robink. Igen, kívülről, kívülről de már a lendület megvan. Na nézzük a kigyorsítást. Ez az. Nem. Kövessél, Robi pedig nem adja föl. Elég lesz neki az az 5 kör, reméljük elég lesz, hogy teljesítsen még egy előzést, és igen, most bebújik mellé, most nagyobb a lendület, megvan, belül tudja tartani, vajon a féktáv meg lesz, van még 3 kör, megvan a féktáv, megvan az előzés, megvan a második hely, szép volt! Ez valóban szép volt egyébként, jól erőkészítette az előzést, szépen bebújt mellé, és innentől 2 kukárt előtt halmozott föl magának, és ebben a pillanatban leintik a futamot. Csoka Ferinek megvan a futam győzelme. Ez egy nagyon szép győzelem volt, hatalmas lendülettel. Nézzük a második helyet. Robi a második, Krémer Márk a harmadik, és Zsófi még elveszti az utolsó helyét, a negyedik helyét. A negyedik hely, ez célfotós lesz, ezt én innen nem tudom eldönteni. Zsófi, mit csináltál? Ezt nem lehet így eldönteni szemre. Vége! Csoka Ferinek sikerült befutnia. Mi lett Gerivel? Geri végül, ha jól láttam, az 5.-6. hely környékén ért be. És ugye vezette a kategóriát, de neki már volt 2 dobott futama. Tehát most tovább növelte az előnyét. És hogyha így jól számoltam, akkor ilyen 20-22 pont előnye biztos, hogy van az utolsó futamra. Meglátjuk, ezt majd le kell ülni, ki kell számolni, hányadik helyen kell beérni, de szerintem a Hungarokárdból még biztos, hogy el kell indulni a 12. futamon ahhoz, hogy bebiztosítsa a bajnoki címét. Ez 22 pont előny dobással is azt jelenti, hogy legalább egy 2 helyjel kéne megelőzni őt ahhoz, hogy
hogy megelőzzék a bajnoki tabellámmal. Tehát Csabának azért össze kell szednie magát egy futamgyőzelmet, és a Gergőnek legalább egy harmadik helyet kell produkálni ahhoz, hogy elbukja a bajnokságot, ha jól számolom. Szerintem 22 pont előny az már lényegében elég arra, hogy csak igazából elinduljon a futamon, és lényegében pontokat szerezzen, akár szerintem 2-3 pont, tehát lényegében egy B-döntő is elég lenne az ő bajnoki címéhez. Váratlanul ennyire látni. Hallgatjuk, mit szólt ehhez a kompozíció? Már megint? Mi a helyzet? Izgulok. Nagyon? Nem. Nem nagyon? Nem. Jó, akkor beszélgessünk arról, hogy mit szólnál ahhoz, ha megpróbálnád megelőzni a Katit? Nem megpróbálom. Nem kérdés. Nem kérdés? Nem, jó, megpróbálom. Jó, rendben. Nem történik pozíciócsere az első kanyarokban, utána pedig a kisrác elindul. Futottak még kategóriában, nagyon nagy rajtot mentek. Hát, Kati, Timi, Anett, Tündi, Kitti. Egy bozó Kata, Csáki Timi, cicaharc lesz. A cicaharc ez most a bajnokságért megy. Mert azért nem szabad el. Pillanat, csak kicsit még matekozok és mit megtudhatjuk, hogy Kata hogyan és miként lehet magát. Kata úgy lehet mondjuk, hogy fogja magát, ezt a pozícióját biztosan megtartja, mert Timinek ennyi erőből körbe is futhatna. Igen, jelen pillanatban Timi tempóját elvézve, közben Tündi érkezik meg féktávon, és esik be Anett mellé, Anett próbál visszajönni, rázókövön Tündi az ív, Anett külsőiben nem. Anett visszaesik egy pozíciót, vagy kettőt. Igen. Még csak egyet Kittinek nem sikerült ezt abszolválni, a valószínűleg egy kicsit megijedt ettől a lehetőségtől, ami elé tárulkozott. Viszont a hátsó szektorokban... Szinti előzött egyet, ha jól hát... pozíciót a nagy nyújtott visszafordító kanyarban. Mondjuk itt csömöröm, nem is tudom, nagyon van más. Cse, esetleg. Szinti harcol nagyon, és elment. Hát nincs mit ezen nagyon ragozni. Nincs mit, ő csak simán küzd, ahogy nézem őnek, ő alatta látszik jobban az, hogy a pályának egyes ívei nem azon a hőfokon vannak, mint a többi, és itt-ott elég komolyan megcsúszik alatta a hókát. Bencecsit kevesebb, mint 30 másodperc választja el a lányok bajnoki címétől. Bence Tündi, a Györgyenetnek is van még egy köre arra, hogy eldöntsék, hogy kié legyen az a harmadik hely. Lássuk Kittit és Szintiát is, akik elhaladtak az egyes tábla mögött, és ezzel befutott Kati, és megszerezte az első helyet. Csáki Timi is befutott a második helyen, ő neki egy kicsit szomorúbb a mosolya, és itt jön Bence Tündi, akinek megvan a dobogója, és Györgyenet, akinek nem sikerült áthámoznia magát ezen a falon. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a 2-es A kategória versenye, ahol Gál Zsófi van a pole pozícióba az 1-es géppel. Hát Zsófi, mesélj nekünk erről, hogy hogy fogod kivitelezni ezt a futamgyőzelmet? Ellépsz a többiettől, vagy levéded? Majd meglátjuk. Majd meglátjuk.
tovább arra is sejtelmes Zsófi. Tehát a második helyen az új sisakfestékű atomrajtú megint a hatos géppel Andrisunk van. Hát Andris megint itt vagy a második rajtkockában, a külső íven. Mesélj, támadni fogod Zsófit, vagy inkább hátra pillangat Halász Petire? Ezt majd a versenyben eldöntöm, szeretnék előre menni, de hogyha a Peti nagyon jön, akkor mögöttem kell tartani. Jól van, sok sikert! Harmadik helyen pedig a bajnokság éllovasa, nem más, mint Halász Peti a 9-es géppel. Mesélj nekünk, Peti, támadni fogsz? Hát mindenféleképpen megpróbálom megelőzni az Andrist, de a lényeg, hogy meglegyen a dobogó. Bent a kockázászló és rajt! Jó, kapják el a rajtot a versenyzők, és közben nem is tudom, hogy ki, hogy a pozíciót vesztett volna, mindjárt ránézek a rajtsorrendre, és Andris már támadja Zsófit. Igen, Andris, úgy néz ki, hogy meg akarja szerezni azt a helyet, nagyon-nagyon keményen bebújt Zsófi mellé, hogy nézem, ez egy kicsit túl agresszívra sikeredett. Zsófi védekezik, Andris pedig egy kicsit hátra kéne pillantani a Halász Petire, hiszen nagyon ráesett ebben a nagy hajszában. Szinte már hátulról föltámasztja Zsófinak a gokártyát. Halász Peti pedig úgy nézem, hogy ebben ezen a féktávon elveszített egy kis helyet. Nem? Most még vissza tud zárni, és a következő kanyarban jobban jön ki. Ketten mennek egymás mellett, hárman egykupazva. Szinte a fizika törvényeit súrolva vannak hárman egy helyen. A célegyenes ráfordítóra történik a negyedik helyenek kisebb változás. Kört az első helyen abszolválni, a Vince Andris pedig tapad rá, próbálja keresni azt a helyet, ahol meg fogja tudni előzni Zsófit. És eléggé rosszul érezte magát, lehet, hogy a lázra hivatkozva ő kilépett a sorból, ami egy újabb dobós futam számára, bár lehet, hogy neki ez a kategória nem a csúcs kategóriája. Valóban, hiszen a négyes géppel az ötödik helyről indult volna, de Ákos nem látom a mezőnyben. Balogh Pisti került egy kisebb bunyóba. Már megint, ahogy az előző futamban is, nagyon jó futamot teljesített, csak egy kiforgás következtében maradt le a jó helyezésről, most is bunyóba keveredik. Ahogy nézem, a negyedik hely sorsa még mindig nem dőlt el. A 11-es gép kénytelen védekezni a 3-assal szembe, aki próbál belső íven a célegyenes végén bebújni. Horváth Norbi külső íven próbálkozik Halász Peti mellett elmenni, és a következő kanyarnál elvileg övé lenne a belső ív, de nincs akkora tempókülönbség. Nincs. Úgy néz ki, hogy Halász Petinek sikerült kivédekeznie most ezt a két kanyart. Viszont a 3-as gép nagyon visszaszorult. Balogh Pisti ismét harapott egyet, és Kenó pedig próbál Balogh Pisti szélárnyékében újra előnyt kikovácsolni magának. Hopp, ott egy kis falba szorítás, talán még belefér. Andris nagyon próbálja Zsófit letaszítani az első helyről. Külső évre húzza, hogy gyorsabb legyen, nagyobb tempót érjen el. Zsófi úgy néz ki, hogy a belső íven egy rövidebb ívet próbál kocsizni, most kívülre szorult, de a következő kanyarban ő van belül. Nézzük, hogy a rövid egyenesben mire fog menni Andrissal. Andris, aki belül tudja tartani a gépet. Következik a nagy egyenre, hosszú egyenesre való ráfordító. Andris kicsit jobbra teleli Zsófit, aki ezzel nagyon leszorult. Most hátulról megrögték Zsófit, ezzel egy hatalmas boly alakult ki a célegyenes ráfordítónál. Atya úristen, mekkora bunyó! Balogh Pisti fölkerült a negyedik helyre, Zsófi visszaszorult a harmadik helyre, és a 11-es gokártal a versenyző, akinek a nevét most hirtelen nem látom a táblán, fölkerült a második helyre egy hatalmas húzással. 11-es gépbe egyébként Horváth Norbi ül. Hú, mennyien jönnek itt! Jézus Mária, mint hogyha egy NASCAR versenyt látnék, tömeg hátán mindenki próbál szélárnyékban jobbról balra befújni. Hát Halász Petit majdnem kiforgatták. Pontosan ezt mondtam, hogy lehet, hogy inkább Petinek előrefele kéne koncentrálnia, meg inkább hátra is, de tökéletesen jó lett volna neki az a harmadik hely, ahol volt. Az utolsó helyeken is történik kisebb nagyobb változás. Hogy nézem, a futam hátulja is, opp, egy kis kiforgatás, ez most nem úgy sikerült, ez a célegyenes vége, ahogy számított rá a versenyző.
a védő évet későbbre tartogatja, és próbál minél nagyobb tempót, mondjam, hogy kvalifikációs időt futni. De ez nem nagyon megy. Majd megkérdezzük Norbit esetleg a futam után, hogy elfáradt, vagy mi az oka a lemaradásnak, nem akar támadni, vagy jó volt ez neki ez a második hely, vagy Andris kezdte el a tempóját jobban növelni. Ott a háttérben pedig, ahogy nézem, Klenu kénytelen védekezni, és Halász Petire is ráérkezik a mezőny hátulja. Zsófi továbbra is a védő íven bosszantja Balogh Pistit, Klenu pedig próbál bebújni Balogh Pistinek jobbról is, balról is. Halász Peti próbál egy kis előnyt kovácsolni ebből a csípújból, hátha egy kicsit előrébb tud helyezkedni. Klenu pedig kiszorul külső ívre, és lendületet veszít. Halász Peti belülről megpróbál még egyszer elmenni, három kör van vissza. Figyeljünk oda egymásra, gyerekek! Már nincs sok hátra, ezt most már teljesíteni kell baleset nélkül. És most már határozottan forog, és azt nézi, hogy a mögötte lévő Norbi mire fog még vele jutni az utolsó egy körben. Már csak egy kört kell teljesíteni. Még kevesebb, mint 25 másodperc van hátra ebből a futamból. Zsófi védi a harmadik helyét Pistivel szemben. Pisti már szemmel láthatóan dühös. Kovákodik kívülről, belülről. És ahogy figyelem, Vince Andris ráfordul a célegyenesen, leintik, és megvan az első hely, Norbi a második. Nézzük Zsófit, mire képes Balogh Pistivel szemben. Megvédi az egyenesben az ívet, igen, és befutó, és jaj, egy nagy koccanás. Erre most nagyon nem volt szükség. Pisti megpróbálta behozni még a maradék előnyét, de a célegyenes végén megforgott, ezzel föltartotta a mögötte lévőket, és a hátulja a mezőnynek pedig beleszaladt a gumifalba. Közben az elvetemült fanok rohannak be a pályára gratulálni a versenyzőknek, de egyébként nem tudom, hogy miért árul meg így nagyon levezetőköröm. Igen, ezt még valószínűleg... Ezt még itt... Ennek még szabálymódosítás lesz a vége. Igen, ezt lehet, hogy itt ott egy kis büntetés ki legyen osztva, ennek mi nem örülünk. De na nézzük, mi lett akkor. Még pontosítani kell. Azt mondja itt az operatőr kolléga, hogy nem látni belőlünk semmit. Nem is belőlünk kell látni valamit, ha a hangból. Mi történt? Mi lesz a végeredmény? Nos, hát úgy alakult végül, hogy Halász Peti a bajnokság éllovasa végül is a hetedik helyen futott be, miközben futamgyőztes Vince Andris haladt el is mögöttünk. Tehát a hetedik helyért 9 darab pont jár, míg a kategória harmadik helyzetje Vince Andris felugrott a második helyezett elé. Tehát így a második helyzetet lényegében átvette, és életben tartja bajnoki esélyeit az utolsó futamra, hiszen hogyha azt számolom, hogy lényegében dobással együtt 22 ponttal ment Halász Peti Andris előtt, így akkor egy gyors menetekkel 16 pontot hozott rajta talán. Rengeteg. 16 pontot hozott rengeteg rajta. Ákos úrnak most így nem nagyon jött jól ki ez a kis megbetegedés. Ákos teljesen kiesett szerintem a bajnoki címért folytatott küzdelemből, és így, ha jól számolom, ilyen 6 pontra van Andris Halász Petitől az utolsó futamra, ami szerintem egy nagyon-nagyon szoros befutót hozhat. Igen, mert ahogy számolom azért, az, mivel mindegyik élmenő, tehát itt egy 2-3 helyes különbség is nagyon-nagyon nagy bukfencet tud okozni bárkinek. Hát akkor várjuk a garukartot. Így van.